Papa különböző hangszereken hegedül. Ezzel folytatja a Művész Klubkávézó kulturális programjainak sorát. A színházi esték az Avas kapujában 4 előadással is várja a következő időszakban az érdeklődőket. Lajos András színművész Sóki László egyik zsenével kezd már pénteken. Lélekben veled leszek. Amúgy nem annyira. Búcsíjazz! Monodrámában láthatják az érdeklődők a Miskolci Nemzeti Színművészét, Lajos Andrást. Keszég László rendezésében a színművész, a papa különböző hangszereken hegedül, egy vagy két lakodalom pontos leírása című Sóki László darabban lép közönség elé. A történet a Bucsi Jazz zenekar megalakulásáról mesél, ami Lajos András számára személyes szálakat is rejt. Számomra nagyon közeliek ezek a történetek, ugyanis az ő szülőfaluja és az én szülőfalum szomszéd egymással, és például a papa hegedülbe mindkét nagyapámat beleírta, igazából a tudtán kívül. Tehát az egyik őjük vadásztársa volt, a másikat pedig apai édesapámról tudta, hogy ő kántor volt. A színházi este a Papszer 2-ben várja majd az érdeklődőket. Először június 2-án pénteken este, de nem ez lesz az egyetlen színházi est. Lajos András július 11-én egy disznótoros részletes leírásával is várja az érdeklődőket. Ahol figyel rám, vagy ránk a néző, akár a Fagyi előadására, akár én adom elő, akkor igazából hihetetlen megmérettetés az, hogy bármilyen közegű közönség figyelmét le kell kötni 70 percen keresztül. Ez nagy energiába telik, viszont rengeteg impulzust kapok tőle. Műttem máma nagyon piros, és nagyon magyar vér fog folyni patakokba a szőtjeben a fehér 15-es pont körül. Lajos András mellett ugyanis Fandl Ferenc színművész is bemutatkozik az Avas kapujában. Ő július 25-én a nagy cseh-szlovákiai magyar forradalmi gulyásparti részleteibe avatja be a nagy érdeműt, majd augusztus elején ismét Lajos Andrásé lesz a papszeri színtér. Augusztus első napján a Bőgős meg a Fia és az Ördögöket adja majd elő.